Tányércsörgés és beszélgetés moraja, éppen úgy, mint a koronavírus járvány előtt. Így festett pár napja az egyik budai menza, ahova elsősorban a környéken dolgozók, például a külügyminisztérium munkatársai járnak ebédelni. A felvételeket a Telex készítette. Azt írják, az egyébként üzemi étkezdeként működő menzára nagyjából bárki bemehet. Mert hogy nem ellenőrzik, ki használja rendeltetésszerűen, vagyis munkahelyi ebédre az éttermet. Az ilyen irodai kifőzdék kivételnek számítanak a november 11-től életbe lépett szigorú járványügyi korlátozások alól, így nyitva maradhatnak. Ahogy a kaszinók is. Ezt a fotót egyik nézőnk készítette tegnap az Eurocenterben működő kaszinó bejáratáról. Látszik, kígyózó tömött sorokban várták az emberek, hogy bejuthassanak. A Kormányinfón még novemberben arról beszélte a miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy a kaszinók nem minősülnek vendéglátó vagy szórakozó helynek. Azok a üzletek lehetnek nyitva, és éppen kaszinó jogi értelmének minősül, ahol a távolságtartás biztosított. A kormányzati tájékoztatási központtól kérdésünkre azt írták, a kormány célja, hogy minél előbb újra tudjanak nyitni a vendéglátóhelyek, de ehhez tömeges oltás szükséges, ezért is vásárolnak több forrásból is vakcinát. Hozzátették, az érvényben lévő védelmi intézkedéseket az üzemeltetőknek be kell tartaniuk. Mi itt a teraszunkat azt lezártuk, elkordonoztuk. Betartják, és november eleje óta még a teraszra sem engedik leülni a vendégeket ebben a miskolci kávézóban. Az üzemeltető szerint esélyük sem volt arra, hogy kiskaput találjanak a rendszerben, szerinte igazságtalanul különböztetik meg a vendéglátósokat. Hogyha nyitva lehet az egység, ahol ugye tipmixelni lehet, vagy egy lottót feladni, akkor nálam is kaparhatják a sorsjegyet. Az üzemeltető azt mondja, novemberben a szabályok szerint bezártak és csak vártak. Azóta semmilyen bevételük nincs, a rezsit pedig fizetni kell, mert a távfűtést például nem tudják lekapcsolni. Holnap ők is csatlakoznak a vendéglátósok tiltakozó akciójához, annak ellenére, hogy tartanak a bírságtól. Nagyon-nagyon félek egyébként, de miből menjek át ide az ABC-be vásárolni, akár egy kiló kenyeret is. Ezért holnap reggel kinyitnak, de csak elvitelre szolgálják ki a vendégeket kávéval vagy más forró itallal.